Csendesek, vörös utcái, a templom körül is üres a tér. Az elmúlt években itt óriási volt a nyüzsgés, mindenki az ország legnagyobb templomban épített Betlehemére volt kíváncsi. Pálvölgyi László a lakosság nevében úgy fogalmazott, alapos szervezéssel talán meg lehetett volna menteni, hogy a Betlehem idén is látogatható legyen. Foglalkoztatta az embereket ez a kérdés, és egyfelől kifejezték a sajnálatukat, hogy megtörik ez a 70 éves hagyomány, ami eddig is minden évben megrendezésre került. Másrészt pedig az emberek tisztában vannak azzal, hogy itthon Magyarországon, illetve külföldön is elsődleges veszélyhelyzetet jelent a koronavírus járvány, aminek a leküzdése sajnos megköveteli az ilyen tömegrendezvények szüneteltetését. A Betlehemet éppen a hagyományok tisztelete miatt megépítették, ám jóval kisebb méretben, mint az a korábbi években jellemző volt. A jobbára idősebb korosztályhoz tartozó építők azonban saját egészségük megóvása miatt nem vállalták a nyitvatartás megszokott szervezését. Az egyház vezetésével egyetértésben született meg a döntés, mondta az építést néhány éve irányító Simon György. Úgy veszem észre, hogy most elmiatt nem fog akkor a jövésmenés lenni itt a faluba, mert hát a sok vidék, aki eljött, meglátogatta, hát az éppen nem tud eljönni meglátogatni ezt a szép építményt. Hát ugye most meg eleve kisebb is lett építve, hát majd remélem jövőre majd egy kicsit rá tudunk kontrázni erre, és még szebbet tudunk építeni, ha csak ez a pandémia múljon el, és mindenki egészségbe észrejárt. A település a koronavírus okozta válság ellenére is szépen fejlődik. Közösségi teret építettek, a közösségi házat pedig felújítják, és az energetikai korszerűsítés is megtörténik hamarosan. Ennek most zárult le a tervezési fázisa. A község temetőjét is felújítják, az urnafal fejlesztésére több mint egy millió forintot nyertek pályázati úton. A beltéri utak felújítását is tervezik, különösen rossz állapotú a Petőfi és a Béke utca. A felújításban az országgyűlési képviselő próbál segíteni vörsnek. A rendezvénynek helytadó polgármesteri hivatal is csendes, szinte minden program elmaradt sajnos a rendezvényeink elmaradtak. Tavasszal szoktuk megtartani az idősek báját, illetve idősek vacsoráját. Az elmaradt július végén a falunapot, az szintén a karácsonyi műsorunk nem lesz. Csak azokat a állami rendezvényeket tartottuk meg szűk körben, mint március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a. Nagyon bízunk abban, hogy a következő évben már minden javulni fog. Vörsön nem csak a templom van zárva, a tájházban az előírások szerint nem fogadnak látogatókat, de a tűzoltó múzeum sem működik. Nyitva van viszont és megtekinthető a tavaly átadott kültéri Betlehem, ami a templom melletti téren várja az érdeklődőket.